Világszerte december 18-án mutatják be a Star Wars széria legújabb részét, az Ébredő erőt. Sok más mozival egyetemben, Dunaújvárosban is tartanak éjféli vetítést, amelyre soha nem látott mértékben fogynak a jegyek. Ha a 2015-ös filmeket kellene most sorba venni, akkor azt gondolom, hogy a legnagyobb hype-ja jelen pillanatban ennek a filmnek van, és itt vagyunk az év végén, tehát nem is lesz ebben az évben már egy ugyanilyen film. Voltak kiugró filmek az évben, amik nagy nézőszámot tudtak elkövetni, sok volt rá az érdeklődő, viszont ennyivel a film premierje előtt egyikre sem volt ekkora érdeklődés. Verasztó Sándor hozzátette, nagy hírverés övezi a filmet, ezért különleges meglepetésekkel készülnek a rajongók számára. Az előcsarnoknak egy része már Star Wars plakátokkal van tele. Itt az összes filmnek a plakátja megtalálható, sikerült olyan helyet találnunk, ahol felleltük ezeket a plakátokat, illetve ezen az egy előadáson beöltözött Star Wars figurák, élő figurák fogják fogadni a vendégeket, és elkalózolni őket be a terembe a film megnézésére. Köszönöm! Megvannak a jegyek. December 18-án 00:01 itt Dunaújvárosban, a Dózsa mozicentrumban is bemutatják a mainstream filmtörténet egyik legmeghatározóbb alkotásának, a Star Warsnak a hetedik részét, amelyet az Ébredő erő címre kereszteltek. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította.